Köszöntöm a Kultúrszoba nézőit! Dunaföldvár épített értékei közül is kiemelkedik a vár. Az épület együttes számos kiállításnak ad helyet, így a törökkori Magyarország életét bemutatónak is. A következőkben jöjjenek velünk egy múzeumi sétára! Valamikor a 16. században épült a Dunaföldvári vár, a pontos építési idejéről nincsenek adataink, de hallottunk már olyan szakvéleményt is, aki azt feltételezi, vagy ami azt feltételezi, hogy valamikor a tatárjárás után királyi rendeletre építették az itt lévő bencés apátság védelmére. Minden esetre az építészeti stílusjegyei alapján azért a 16. századra gondolunk inkább. Igazából ez egy lakótorony, tehát egy klasszikus várnak nehezen nevezhető, hiszen más funkciója is volt. Elsősorban az itt folyó kereskedelem és a környék ellenőrzése volt a feladata, és igazán komoly hadászati, harcászati szerepet a történelem folyamán nem töltött be. 1858-ban egy nagy tűzvész sújtotta a Dunaföldvár belvárosát. Ennek a tűzvésznek köszönhetően sajnos a toronynak a tetőszerkezete is leégett, és innét kezdve nevezte a népnyelv Csonkatoronynak. Hát ez a rom állt itt hosszú-hosszú éveken keresztül, míg nem a 70-es évek közepén elkezdődött egy feltárás-felújítási munka, aminek az eredményeként 1976-ban nyitotta meg kapuit a Vármúzeum, ami azóta üzemel, hol múzeumként, jelen pillanatban pedig időszaki muzeális kiállítóhelyként. Ennek az emlékeit mutatja be ez a kis fotó kiállítás, ahol most állunk, 40 éve vár a vár címmel, hiszen 2016-ban ünnepeltük a 40 éves évfordulóját. 2019-ben nyitottuk meg Magyar Világ, Török Világ címmel új állandó kiállításunkat, melynek szakmai vezetője dr. Vizi Márta és dr. Gere László volt, és azért választottuk ezt a korszakot, hiszen Dunaföldvár település kötődik, erősen kötődik, és a vár épülete erősen kötődik ehhez a korszakhoz, a török korszakhoz. A lábuk nyomát elmosta a Víz című ifjúsági regényben Berze Nagy Ilona dolgozta föl Dunaföldvár törökkori történetét és a fekete kötény legendáját, amiből aztán később az Ördögszekér Táncegyesület egy egész estés táncjátékot is készített. És ez a történet egy fiúnak a történetét meséli el, egészen pontosan Nádas Jeremiásét, aki a Tisza mellől indul el az édesanyjával, a törökök elrabolják, és az út során az anyja megbetegszik, ledobják a szekéről, és innétől kezdve Jeremnek a fejében nem jár más, mint hogy az édesanyját megtalálja. Szinte az egész országot bejárja, és az állomásának, vagyis ennek az útnak az utolsó állomása a Dunaföldvári vár, hiszen a hírek szerint az édesanyját ide hozták, ide került sütőasszonynak. És akkor ő eljön a településre, és megismerkedik a helyi fiatalokkal, összeismerkednek, összebarátkoznak, és hát természetesen próbálnak a török szorításon egy kicsit lazítani, és ennek a történetnek a része a fekete kötény legendája, ami egészen pontosan úgy szól, hogy egy alkalommal az itt székelő török aga egy olyan intézkedést hozott, hogy a földvári fiúkat és lányokat össze kell szedni, össze kell terelni, gályákra kell rakni és el kell vinni Törökországba. És hát a szülők ezt későn vették észre, hiszen őket ilyen aratási, cséplési munkákra rendelték be, és mikor a szülők erre ráeszméltek, akkor elkezdtek könyörögni a töröknek, hogy engedje el a gyerekeket, aki egy feltételhez kötötte ezt, nevezetesen, hogyha az asszonyok előtt lévő fehér kötényből feketét varázsolnak valahogy másnapra, akkor elengedi a gyerekeket. És volt egy furmányos asszony, a Posgai Borikának az édesanyja, aki azt találta ki, hogy az éppen akkor érő bodzabogyókat leszedik, ennek a levét kipréselik, és ebbe teszik bele ezeket a kötényeket, és így festik meg. Ez meg is történt, hozták a töröknek, aki ugyan nagyon ámult, de mivel egy gonosz lélek volt, nem engedte el a gyerekeket. És akkor egy szabadító akciót szerveztek, és ennek a szabadító akciónak a során a törökök is, de nagyon sok magyar ember is meghalt, dunaföldvári a fiatalok közül is, és ennek emlékére a földvári parasztviseletben mind a mai napig a kötény fekete. Zene.
török kor története szűkebb értelemben véve 1541-ben kezdődik, hiszen az ország három része szakadása akkor történt meg, de mi a kiállításunkat egy kicsit korábbról kezdtük, mégpedig egy időszalag elhelyezésével, hogy a látogatók, akik elsősorban gyerekek, tanulók, könnyebben tudjanak tájékozódni. Hiszen már Mátyás, a Hunyadiak, illetve Zsigmond király is érzékelte a török veszélyt, és ők is megtették a megfelelő lépéseket, és amikor gyerekcsoportok jönnek, akkor erről mesélünk is nekik, hiszen Zsigmond idejében épült ki a déli végvárrendszer, ő vívta a nikápolyi csatát, ami sajnos vereséggel végződött a mi részünkre, és tulajdonképpen ez ébresztette őt rá arra, hogy ezzel a módszerrel a török ellen nem lehet sikert elérni, és ennek hatására döntött a déli végvárrendszer kiépítése mellett. A másik fontos esemény az 1456-os nándorfehérvári diadal, amiben Hunyadi János játszotta a vezető szerepet, de mellette meg kell említenünk még egy ferences szerzetest, Kapisztrán Jánost is, aki oly módon kapcsolódik településünkhöz, hogy a ferences szerzetesek az 1700-as évek elején egy templomot építettek itt a vár közelében, és ennek az ábrázolásai között ott található Hunyadi János és Kapisztrán János is. Mint ahogy szó volt róla, kiállításunk címe Magyar Világ, Török Világ. Ez a terem elsősorban a magyar világot reprezentálja, mutatja be a magyar harci eszközöket, lószerszámokat, a tablókon a dunántúli várak történetét, illetve két ruharekonstrukciót is elhelyeztünk. Ebben a tárlóban egy 16. századi huszár viseletét mutatjuk be. A fején egy süveg látható, illetve mente dolmány, nadrág, a lábán pedig csizma. Hát a korszakban fekete csizmát ritkán hordtak, sokkal inkább a karmazsin szín volt a divatos, de mi ezt így tudtuk megoldani. Illetve, ami a ruhának egy meghatározó része, az öv. Jelen esetben ezt egy sálból oldottuk meg, de az eredeti katonák, a katonai viseletben inkább a zsinóröv szerepelt. Nos, aki azt gondolja, hogy ezt nagyon egyszerű fölvenni, pláne egy ilyen babát fölöltöztetni, az nagyon téved, elég macerás dolog, de úgy gondolom, hogy ez jól sikerült, és hülyen mutatja be a korszak viseletét. A huszárral átelemben egy török gyalogos katona, egy janicsár viselete látható, ami, ha jól megnézi, tulajdonképpen eléggé hasonlít egy huszár viseletre, hiszen a meghatározó ruhadarab a kaftán, mint a túloldalon a mente, illetve a dolmány, és itt is egy övvel fogták össze a derekukon ezt a ruhadarabot, és ugyanúgy nadrágot viseltek, mint a huszárok, ugyanennek egy picit másabb a szabása, de alapvetően a fő stílusjegyek megegyeznek, hiszen a divat már ebben a korszakban is létezett, és ez bizony a hadseregre is rányomta bélyegét. Ebben a kiállító térben már egyforma arányban jelenik meg a magyar világ és a török világ, amit a két szín, a piros és a kék alkalmazásával igyekeztünk még inkább hangsúlyozni. A falfülkékben egy-egy enteriört helyeztünk el, jelen esetben egy török szobabelsőt mutatunk be a jellegzetes stílusjegyekkel, a szamárhát íves asztallal, illetve az asztalon látható talpastálakkal, illetve fémedényekkel. A mellettem lévő turbános kő a török temetkezésnek egy fontos része, ami Dunaföldváról került elő, tehát ez itt volt a vár területén. Egyébként pedig a török életnek a jellemző momentumait igyekeztünk bemutatni, így a hitéletet, a türbét, a dzsámit, a fürdőkultúrát, illetve néhány használati tárgyat. A korszakból viszonylag nagyszámú kályha csempe töredék maradt meg, illetve kályha szem, amit ebben a vitrínben, tárlóban mutatunk meg, de számunkra legkedvesebb ez a huszáros kályha csempe, hiszen ez innét a dunaföldvári várból került elő a 70-es években zajlott ásatások során.
1699-ben a karlócai béke aláírásával véget ért a török korszak, és néhány év múlva viszont egy új időszak kezdődött, a kuruc korszak az országban. Dunaföldvári vár is bekapcsolódott ennek a történetébe, és amikor ennek a Rákóczi szabadságharcnak vége lett, és a kurucok elvonultak, akkor ennek a várnak a harcászati jelentősége megszűnt. Innentől kezdve, mint uradalmi börtön és magtár működött és funkcionált, és most ebben a börtön részben járunk, egy cellában, ami különösen érdekes, hiszen a falakat különböző festmények, képek díszítik, amit az elítéltek festettek, a legenda szerint emberi vérrel. Hát ennek tudományos magyarázata nincsen, de higgyük el, hogy ez valóban így van. Aki pedig bejárta a lakótorony minden zugát, egyfajta ráadásként gyönyörködhet a tetőben kialakított kilátóban, a Duna csodálatos látványában. Bár a Vosinszky-Mor megyei múzeum még nem látogatható a vírusveszély miatt, évek óta folyó sorozatuk a hónap műtárgya virtuálisan követhető. Ebben a hónapban egy festményre jutott a választás. Vecsési Sándor festőművész olyan elődök nyomdokaiban haladt, mint Barcsai Jenő vagy Bernát Aurél. Ezen szállal kötődik Tolna megyéhez, hiszen Bazsonyi Arany festőművész férjeként élt hosszú időt a megyében. Május 19-én lenne 90 éves. A gyerekkora az egy falusi környezetben telt, ő is együtt legeltette a tehenet a szomszéd gyerekekkel, tehát ahogy mondta, ugyan két laki volt, hiszen művészi pályája indulása előtt ő gyári munkásként dolgozott, de ismerte a paraszti világot is, és festészetének is ez lett az egyik fő témája. Tolna megyei kötődése nagyon egyszerű, Bazsonyi Arany festőművész férje volt, ők a főiskolán ismerkedtek meg, aztán 1954-ben házasodtak össze. Arany ekkor már tanító volt Pusztahencsén, hiszen 1952-ben, amikor apját kulákká nyilvánították, akkor eltávolították a főiskoláról. Itt tanítói képesítést szerzett szülőfalujában Pusztahencsén, 54-től pedig Duna Bogdányban tanított. Természetesen Vecsés is követte, vidékre költöztek, és miután Vecsési 1956-ban átvette a diplomáját, 57-ben Budapesten beköltözhettek egy műterem házba, egy műterem lakásba, ami otthonuk lett életük végéig. Tulajdonképpen nem szakadtak el Tolna megyétől, hiszen a Vecsési Sándor Búcsú a Kurdi templomtól című festménye is mutatja, hogy a Tolna megyei élmények azok alapvetőek, mind természetesen Arany, de ugyanúgy Vecsési Sándor festészetében is. Vecsési művészetének központjában azok a változások álltak, melyek a vidéki Magyarországon következtek be. A falusi házak, tornácok, ablakok egyfajta szimbólummá váltak a képeken. 1975-ben festette ezt a képet. Arany szülei ekkor költöznek el Tolna megyéből, végleg az Alföldre, és ez a mozzanat, ez a búcsú mozzanat ihleti ezt a képet is, illetve a Búcsú a Kurdi háztól című festményét is Vecsési Sándornak. És érdekes módon ez a motívum, mármint a templom motívuma, az ettől kezdve szinte néhány évente visszatér Vecsési festészetében. Az eltűnő falusi, archaikus, paraszti világ szimbólumává nemesül a templom. Megfesti tulajdonképpen mindenféle évszakban, télen, alkonyatkor, tavasszal, tehát jó néhány képe, nem is számoltam össze, és hogy hány képe mutatja ezt, vagy használja ezt a motívumot. A nagy sárga templom, egy kis dombra épült barokk templom, aminek a tornya úgy kilép a homlokzat elé, és nagyon szép karcsú toronysisakja van. Ezen a képen bele se fért a kompozícióba. Kis házak veszik körül, az alkonyi fények megfestik, színesre festik a házak falát. Látjuk, hogy ez egy téli tájkép, a fák hajladoznak, a havas domb fölött a gomolygó felhők, azok egybemosódnak szinte. Tehát nagyon kedves motívuma volt Vecsési Sándornak ez a kurdi templom, amit jó néhányszor megfestett. Festészetében alapvető már az első korszakában
a falusi házak, a falusi udvarok, a tornácok motívumként végig jelen vannak, és ez egy annak az archaikus paraszti világnak az erkölcseit, étoszát szimbolizálják, amiben ő gyerekként felnőtt, és aztán amire a 70-es években tulajdonképpen ennek a falu képnek az ideális falu képnek a végleges felbomlása zajlik le, és valóban ettől is elbúcsúzik ebben az időszakban. Ezért is emeli szimbólummá. Becsési képe jelenleg a Vádmegyeház raktárában pihen, alkalmas kiállítóhely híján. Becsési Sándor ezen képe is, és a többi is, amit a Hónap műtárgya sorozatban mellékletként oda tettünk, raktárban van, hiszen egyetlen egy pici kiállításunk van a 20. századi, 21. századi kortárs festőktől az igazgatói iroda előtti galéria. Sehol máshol a múzeum nem tud kiállítani, hiszen nincs kiállítóhelye. Ez nagyon hiányzik szerintem Szekszárd életéből, sokaknak a vágya és régóta témája, hogy miért nincs a Tolna megyei alkotóművészeknek kiállítása Szekszárdon. Becsési Sándor képének a Hónap műtárgya sorozatba emelésével tisztelgett a Vosinszky Mór Megyei Múzeum a festő születésnapja előtt. Bár a középiskolákban már az érettségit írják, a ballagások egyelőre elmaradtak. A diákok leleményessége azonban nem ismer határokat, és ha már nem lehet búcsúzóul végig sétálni a folyosókon, hát tegyük ezt meg virtuálisan, gondolták a tolnai gimnázium diákjai. Diákok, akik itt sorfalt vannak állítva a ballagóknak, valaki nem tudta fölhúzni a nadrágját, és akkor nem lett a kis pálcika figurára nadrág rakva, vagy tanároknak a híres mondatai aranyköpései vannak a falra fölfestve, illetve jó kívánságok a falakon. Hogy lehet-e egyáltalán, és hogy mikor lehet majd ballagni ebben az évben, még a jövő zenéje. De a végzős középiskolások számára ez egy olyan felejthetetlen élmény, amiről nem szívesen mondanak le. A Tolnai Szent István Gimnázium néhány fiatalja gondolt egyet, és ha már ünnepelni nem lehet, legalább a virtuális világ segítségét hívva felépítették kedvenc iskolájukat. Hát az ötlet úgy jött, hogy az egyik végzős lánynak barátnője csinált még a születésnapjára egy hasonló projektet, és így ennek a végzős lánynak az édesanyja kitalálta, hogy akkor ezt megcsinálhatnánk mi is, csak az egész iskolával ballagásra. Körülbelül másfél hetet dolgoztunk, általában délután és este, mikor nem volt munkaidő, mert páran fiatalabbak, illetve ennek a lánynak az édesanyja, Tuzi Ibolya volt az, aki lényegében felügyelte az egészet, és hát nem számoltam, aztán múltkor kiszámoltam, hogy nagyjából 24-25 órát dolgoztunk rajta összesen. A terv az, hogy ezt a számítógépes világot megőrizzük további időre, mert kaptunk már visszajelzést az iskolától, hogy ők ezt szeretnék megtartani és továbbfejleszteni, emiatt majd a környezetét is megcsináljuk az egésznek, nem csak az iskolát. A virtuális építkezés kockáról kockára zajlott, meséli Gergő. De természetesen elhelyeztünk olyan elemeket is a falakon, melyeknek üzenetét igazából csak az érti, aki ide járt. Az épület megalkotásánál a jelenlegi helyzetre is kicsit poénosan reflektáltunk, hisz az összes ajtó az épületben koronavírus barát, mert kis járólapokkal lehet kinyitni őket, szóval egyikhez se kell hozzáérni kézzel, így is mellőzve a koronavírus terjedését. Mivel a játék úgy működik, hogy egyesével lehet kockákat lerakni, itt mindent tervrajzok és alaprajzok alapján kellett megcsinálnunk, valamint fotók alapján. Egyesével lerakosgatni nehéz volt a kockákat. Egyenes vonalakat tudtunk idézőjelbe csalni a szoftverrel, hogy falakat meg tudtunk építeni, de a legtöbb munka azzal ment el, hogy pontosra megcsináljuk az épületet. Majdnem teljesen alaprajzi pontosságú, mivel a játék limitációi, mivel egyszer egyes kockákat enged építeni, a való életben meg nem így építettek, hogy minden egy-egyes méretarányban van. Emiatt némi csúszás lehet, de külsőre, illetve a belső felépítésre úgy 90%-ban megegyezik. Teljes mértékben a pincétől a padlásig bejárható az épület. A lehetőségek azt biztosították, hogy minden osztálytermet egyformára rajzoljunk be, így itt van egy pici eltérés a valóságtól, vallja be Gergő. Ezzel a projekt nem fejeződött be. A csoport azt tervezi, hogy megépítik az iskola körüli kerteket, és amennyiben marad a lendületből, akkor idővel felépül majd a lovarda és a magház is.
A koronavírus járvány miatt nehéz helyzetbe került időseknek segítenek az önkéntesek Szekszárdon egy program keretében. Közéjük tartozik Nagy Kristóf Balázs alias Kritya, aki erről a munkáról és az adni akarásról írt egy dalt, amiben most egy videóklip is készült. Hőres minden utca, akkor telve minden szív. A felismerés megtalál majd egyszer mindenkit. Ne csak tudd a jót, hanem tedd is úgy, hogy másnak segítve a végén te is megtisztulj. Önkéntes költészet, ez a címe annak a dalnak, amit egy 22 éves egyetemista, Nagy Kristóf Balázs írt a szekszárdi önkéntes programról és a koronavírus járvány által megváltozott életünkről. Most a dalból egy videóklip is készült. Van már több hét bánat, együtt nincs, ami közénk állhat. Ezért fontos, hogy önként vállalt, a vírus így végre köté válhat. Részt vettem ebben az önkéntes programban, amit Szekszárd városában került megrendezésre, és az volt a célom, hogy mivel én is sokat kaptam magától a várostól, mind diákként, mind itt, úgy gondolom, hogy az önkéntes program keretei során, ezért szerettem volna én is visszaadni valamit, és erre kitűnő alkalmat nyújtott maga a program is, és másfelől pedig az, hogy ezzel a számmal nem csak Szekszárnak, reményeim szerint egy kis reklámot az emberek láthatják jobban magát a várost, hanem magának az önkéntes programnak is. A fő üzenete szerintem az volt, hogy tényleg mindenkinek össze kell fogni ezekben az időkben, és itt most bizony számít a korosztály is, tehát a különböző korosztályok másképp tudnák hozzájárulni ez a sikerhez. Értelemszerűen vannak, akik a munkahelyen állnak ilyenkor jó helyt, viszont akik pedig akár tanulók, diákok és van egy kis szabad idejük, azok az önkéntes program keretein belül sokat tudnak segíteni az idősebb korosztály számára. Van már több hét bánat, együtt nincs, ami közénk állhat. Ezért fontos, hogy önként vállalt, a vírus így végre köddé válhat. Mögöttünk van már több hét bánat, együtt nincs, ami közénk állhat. Ezért fontos, hogy önként vállalt, a vírus így végre köddé válhat. Nagy Kristóf Balázs alias Kritya humán erőforrás gazdálkodás szakon szerzett diplomát a Corvinus Egyetemen, ha pedig újra beindul a felsőoktatás, sportközgazdásznak tanul majd tovább. Ez miként ő is töredelmesen bevallja, igen távol áll a hip-hop zenei pályafutástól. Számomra ez egy szenvedély, egy hobbiként indult, és hát alapvetően meg is maradt annak. A gondolataimat, külső érzelmeket, befolyásokat, amiket érnek, ezeket próbálom meg dalformájába kiírni magamból, és ez egyrészt számomra is segíteni szokott, és hát reményeim szerint, akik meghallgatják ezeket a számokat, ők is esetenként magukra tudnak ismerni benne. Szekszárdon egyébként eddig 40-en jelentkeztek önkéntesnek, és elsősorban az időseknek segítenek bevásárlásban, gyógyszerek kiváltásában. Ezt a folyamatot mutatja be a klip, amit a Tolnai megyeszékhely népszerű, ám most a járvány miatt üres helyein forgattak az alkotók. A forgatás nagyon jó hangulat volt, és nagyon örültem neki, hogy kifejezetten gyorsan, igazából ahogy megszületett ez a dal, föl is épült köré maga a koncepció, és egy héten belül tényleg maga a forgatás, maga az, hogy elkészült a klip, én is meg tudtam tekinteni, véleményt tudtam róla formálni, nagyon gyorsan megszületett, úgyhogy teljes összhangban dolgoztunk együtt. A föld adott, mikor mi kértünk, mindig mindent adottnak véltünk, folyton hibákból hibákba léptünk, de mi vagyunk érte, nem ő van értünk. Nagyon fontos, hogy ez a korosztály is meg tudja fogalmazni egyáltalán az érzéseit a várossal, vagy éppen a helyzettel kapcsolatban, mert hiszen különleges helyzetben vagyunk. Ebből a szempontból ez a nyelvezet, amelyben a klipben visszaköszön, az nekünk már kicsit furcsa lehet, de ennek korosztálynak fontos üzeneteket fogalmaznak. Kritya önkéntességről szóló videóklipjét az alkotók már az interneten is elérhetővé tették, így mostantól bárki megnézheti. Együtt nincs, ami közénk állhat. A vírus így végre köté válhat. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!